Elnöki elismerő oklevélben részesültek a Ferencvárosi Tornaklub nyáron utánpótlás szinten szép sikereket elérő kézilabdázói. A női U19-es Európa-bajnokságot megnyerő csapatban a zöldfehér színeket Mészáros Virág, Imre Szofi, Papp Dorka és Simon Petra képviselte, Még a férfi U21-es világbajnokságon ezüstérmet szerző csapatban az FTC-ből Imre Bence és Ónodi János Kuti Máté szerepelt. Az elismeréseket Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke adta át a sportolóknak. Szerintem nagyon fantasztikus én, hogy elismerik azt, a, azt az eredményt, amit mindannyian elértünk, és nagyon boldogak vagyunk emiatt. Mindenben nagyon nagy támogatást kapunk, minden szakember dolgozik a klubnál itt a gondolok a gyúrótól kezdve a fizioterápiásig, aki, aki sérültek vagyunk, akkor minél gyorsabban vissza tud minket tenni a pályára, úgymond. Szóval minden adott tennél a klubnál, hogy, hogy ilyen eredményeket érhessünk el válogatott és klub szinten is. Ugye tavaly mi a férfi csapattal megkóstoltuk ezt a, ezt a két panondon, tudtunk játszani Európa Ligába is, szerintem ez is nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy, hogy mi ketten is tudtunk segíteni a válogatottnak. Többen is játszottak bl esetleg Európa Ligába. Azt gondolom, hogy ennek is köszönhető ez a szép eredmény. Hát a többi mellé rakom, de nem amúgy nyilván a fa, falra fogom felrakni meg a polcra, de, de meg, meg lesz ennek a különleges helye.